Együttműködő partnereink: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem villamosmérnöki és informatikai kar, Schönherz Zoltán kollégium. A tartalmas beszélgetések támogatója a Simonyi Károly szakkollégium. Önök a budavári Schönherz stúdió műsorát látják. Ez itt a Professzor különkiadása. Jó estét kívánok! Utoljára a tavaly november 30-án jelentkeztünk professzorodással, mely sorozatunk záró epizódja volt. Most azonban kivételesen mégis egy különkiadásra jelentkezünk, ugyanis szakkollégiumunk névadója, Simonyi Károly éppen 100 éve született. Így hát műsorunk címét újraértelmezve a professzorral fogunk emlékezni, beszélgetni, meghívott három vendégemmel, Simonyi Tamással, építőmérnökkel, Simonyi Károly professzor úr fiával, dr. Csurgainé Ildikóval, aktív egyetemi docenssel, egykori munkatársával, valamint Ürmösi Károly villamosmérnökkel, egykori tanítványával. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy eljöttek. Köszönjük a hívást. Kezdjük talán akkor egy kis áttekintéssel, és hogyha megengedik, akkor nem kezdenénk el a teljesen a kezdetektől a történetet mesélni, hanem csak ott mondjuk, hogy amikor Simonyi Károly az egyetemen diplomát szerzett, ugye 1940-ben gépészmérnök joglevelet szerzett, és a Pécsi Tudományegyetem pedig ugye jogi doktorátust. Mit gondolnak, hogy ez a kettősség miért volt mégis szükség? Tehát, hogy miért választotta a jogi pályát is, és nem csak a gépészmérnökit? Ugye 40-ben én még gondolat se voltam. Gondolom azért, mert édesapám széles érdeklődésű volt, tehát nem azt szerette volna egyrészt, hogy megismerkedjen valamilyen humántárgyal is, és erre aztán praktikus okokból a úgynevezett mezei jogászképzés adott neki lehetőséget, mert ott nem érdeklődtek az iránt, hogy jár-e más egyetemre, és egyszerűen néhány leutazással meg lehetett oldani a képzést, a diploma megszerzését. És ezt én azt hiszem, hogy egy kihívásnak is tekintette, tehát, tehát egy na majd én megmutatom, hogy én mind a két területen meg tudok felelni az elvárásoknak. Ildikó? Kicsit hadd egészítsem ki. Egy nagyszerű nevelő apja volt a Ganz művek mérnöke, Mayer Miksa, aki az értelmiségi válás útjára generációkkal hamarabb lévő távoli családba nősült be, és ez a nevelő apa, aki kiváló képzést nyújtott neki, megfigyelendő, hogy nem csak nyugati nyelveket, hanem a környező népek nyelvét is tanulta a diák Simonyi, és volt egy időszak, amikor Simonyi pap akart lenni, aztán fizikus akart lenni, és ez a józan mérnök, végzettségű ember úgy befolyásolta, hogy olyan pályára kell menni, ahol az embercsalád javát lehet szolgálni jobban. És Simonyi maga nagyon nagy szociális érzékenységgel rendelkezett. És akkor úgy döntött, hogy ő jó mérnök akar lenni, aki alkot, és a jogi ismeretekre azért van szüksége, hogy a társadalom rezdüléseit is érezze. Uh-huh. Így szerezte meg a két diplomát. És ugye végülis a diplomelvégzése után maradt itt a műegyetemen, ugye tanársegédként a Baj Zoltán féle. Nem. Kezdetben a villamosmérések és műszerek tanszéken volt. Kezdő méréseket vezetett, tartott órát, de a vonzalma a fizika iránt, és az akkor nagyon divatos
atomfizika iránt olyan nagy volt, hogy a 2 év múltán bekopogott Baj Zoltán ajtaján, ahol egy pap gyéként emlegetett fiatal tanársegéd nyitott ajtót, pap György, sajnos fiatalon meghalt, azzal fogadta, hogy na, vártuk már magát. És 42-től volt a Baj tanszéken. Na, ezt nem tudtam, ezt nem is olvasni. Én azt gondoltam, hogy az az információnk volt, hogy ő már eleve itt kezdett ezen a... Érdekes. Ugye utána viszont 48-ban a Soproni Műszaki Egyetem fizikai elektrotechnikai tanszékére került, ugye ott megpályázta a tanszékvezetést, és ugye oda került el innen Budapestről. Álljunk meg itt egy időre, hiszen ugye itt azért mégiscsak egy nagy dolog született, ugye a gyorsító, hogy ennek milyen története van ezt, hogyan látták önök utólag, megélve a családban és későbbi munkatársként? Hát nekem csak annyi emlékem van az egész, hogy nekünk felrajzolta a táblára, hogy hogy is nézett ki az a bizonyos megfigyelő állomás, egy ilyen 1 méter x 50-es valami kis fém doboz, amiben ő be volt csavarozva, 100 akárhány csavarral, hogy tökéletesen zárja el az elektromosságot. Ugye, mert ugye a megfigyelés az sokkal egyszerűbb apparátust igényelt, mint egy elektronemisszió, és az egy teljes szoba megtelt azokkal a készülékekkel, amivel fel lehetett lőni valamit. És egyetlen egy mikroszkóppal és egy jegyzett papírral nézte, hogy nekünk úgy mesélte el, hogy végül is megállapították, hogy a hidrogén Magyarországon ugyanúgy viselkedik, mint más civilizált országokban. Hogyan volt akkor ennek a keletkezés története? Ugye akkor most már láttuk azt, hogy ő erről nyilván mesélt az előadásai során is. Hát ugye én pont ugyanakkor születtem, mint ez a gyorsító, úgyhogy egy viccesen úgy szoktam mondani, hogy tulajdonképpen az ikertestvéremnek tekintem, hogy hiszen egyszerre születtünk, és ugyanaz az édesapám, de természetesen nem egypetélyű ikrek vagyunk, mert ő egy kicsit nagyobb, és erről szinte naponta személyesen meggyőződöm, hiszen itt van ugye a Lágymányosi kampuszban van kiállítva, és én pedig a munkahelyem, mivel itt van a közelben, tehát a ebédszünetbe sétálni szoktam, és akkor mindig elmegyek mellette, és köszöntöm magamban. Üdvözlöm, igen. Sőt, hogyha valamiért elfeledkezem róla, akkor visszafordulok, hogy tudatosan megnézem még egyszer. Úgyhogy amikor 50 éves volt a gyorsító, ez a kísérlet, akkor Sopronban volt egy kis megemlékezés, egy kis ünnepség, és ott engem is fölköszöntöttek egy üveg soproni borral, hogy tényleg egyidősek voltunk. Úgyhogy nekem ennyi maradt meg az egészből. Én Sopronban születtem, tehát ugyanúgy, mint a gyorsító, de aztán néhány év múlva följöttünk Pestre, úgyhogy semmiféle emlékem nincsen Sopronról, csak a édesapám által készített 16 mm-es amatőr filmek, amit nagyon jó minőségben készítette, és ott vagyok látható. Na, hogy volt akkor ez? Mert tudom, hogy tanárnő ezt viszont biztosan tudja. Egyrészt a soproni gyorsítóval kapcsolatban valamit említek. Tudom, hogy a napokban a kollégiumból meglátogatták Sopront. Tábla emlékeztet azon a folyosón, ahol van az a terem, ahol épült a gyorsító. Erről a tábláról is szeretnék szólni, mert ez a tábla rögzíti, hogy Simonyi Károly ekkor-ekkor megépítette a gyorsítót. Simonyi akkor még élt, és nem engedte föltenni a táblát. Miért? Tessék hozzáírni azt, hogy és csoportja. Hát nem akarták a táblát eldobni, megfordították, és újra vésték a tábla hátát, úgyhogy a hibás fele most a fal felé van, hát hibás, hiányos fele a fal felé van. Ez nagyon, nagyon Simony is. Másrészt, egy világégés után elzárva a nyugati tudománytól, elzárva beszerzési lehetőségektől.
de kétségtelen, hogy egy aranykezű technikus segítségével és nagyszerű munkatársakkal megépült ez a gyorsító. Igaz, 30 évvel később, mint ahogy ennek a gyorsítónak az elvére a Nobel-díjat kiadták. Csak hogy az Berkeley-ben épült meg, nagyszerű feltételek közt, itt viszont a semmiből csinálták meg. Újra meg újra vissza fogok erre térni. Simonyi mérnök volt. Mérnök, aki alkotott. Létrehozott valamit, ami az embercsalád javát szolgálja. Hogy szolgálta ez a gyorsító? Izotópokat állítottak elő vele, amit a gyógyászatban tudtak akkor itthon felhasználni. Bocsánat, csak egy kis anekdótát ezzel kapcsolatban. Ildikó említette a beszerzési nehézségeket, ugye 48-50 táján, úgyhogy onnan szereztek anyagot, ahol tudtak, ahol ez volt. Aranykezű mester. Például ugye akkor még voltak ilyen elhagyott tankok, meg egyéb háborús roncsok szanaszét a határban, és akkor az egyikből kellett kivágni egy szép nagy darabot, jó minőségű acél volt, úgyhogy lángvágóval álltak neki, és abban még élő lőszer volt a tankban, úgyhogy föl is robbant, és de hát csodával határos módon senki sem sérült meg. Kezdték fölismerni, hogy szükség van villamosmérnök képzésre, és végül, ha jól tudom, 1951-re született meg a határozat, hogy megalakul egy új kar a Budapesti Műszaki Egyetemen, a villamosmérnöki kar. És az egykori bajtársaság, akik ezeket az elektromágnességgel kapcsolatos tárgyféleségeket oktatták, ez most külön tanszékre került. Most, amikor kétségtelen, hogy Farkas Mihály intervenciójával fölkerült Simonyi Budapestre, és pillanatokon belül a baj úgy döntött, hogy elhagyja az országot, akkor Simonyi lett az elméleti villamosságtan tanszék vezetője, és párhuzamosan épült a KFKI. Olyan bájos dolgok vannak a KFKI építésével kapcsolatban, hogy Simonyi, ahogy fölmérte, hogy hát itt atommal fognak dolgozni, akkor figyelembe kell venni a szélirányt, hogy esetleg szennyező hulladék merre menne, egy hegytetőn, hogy kell kialakítani az épületeket, skiccelte az épületet, és azon a skiczpapíron valahogy egy beszögelés volt. Hát mit tesz Isten, ezt így építették meg. A beszögelés ott van, semmi funkciója nincs, de, hogy is mondjam, Simonyi kezenyoma ott maradt az épületen. Egy 40 évvel ezután készült interjúban Stár Gyulának pedig ugye azt mondta, hogy én tudományos intézetek aktív vezetésére nem tartottam magamat alkalmasnak egyszerűen. Hogy ez valóban így lehetett önök szerint, vagy csak az idő szépítette meg a dolgokat? Hihetetlen önismerettel rendelkezett Simonyi. És semmi glória fényezés körülötte nem volt. Ehhez a mondathoz én szívem szerint akkor hozzátettem volna, és utóbb rögtön mondtam is, hogy abban a korban alkalmatlan. Azzal a környezettel, ideákkal. Intézményvezetésnek. De Simonyi ellen való vétek maradt volna, hogyha annak a kornak szorított fogjává válik egy operatív vezetésben, és nem tud alkotni. Uh-huh. És azzal, hogy ő érezte, megfagyott körülötte a levegő fönt a hegyen, és akkor ő ott hagyta. Akkor ő még nem volt, mi volt ez, 56, 16, hát hol volt még az 50 évtől, életkorát tekintve? Egy férfi ember,
ebben a korban ilyen döntést hoz, ez természetesen, hiába az saját döntése volt, megrendítette. És megint valami hihetetlen Simony is, amit csodálni lehet benne, hogy megőrizze az elméjét Épnek. Elkezdett kínait tanulni. Az jól lekötötte, valami nagyon pozitív sült ki belőle, hiszen akkor neki voltak kínai diákjai, akik itt magyarul meg kellett tanuljanak, mert csak magyar nyelvű képzés volt, de hát ezek visszakészültek Kínába. Most itt azt tanulták Simonyitól az Elmvél órán, hogy távvezeték. Kínában ezt úgy hívják, hogy égvonal. Hát hogy fog kommunikálni az otthoni kollégáival? És erre Simonyi ebbe a nekiveselkedésbe csinált egy kínai nyelvű, kínai-magyar elektrotechnikai szótárt, hogy fölkészítse őket az otthoni kollégákkal való szakmai kapcsolatra. Hogy tudta ezt megcsinálni? Hát beszerzett. Csodálatos dolog volt, hogy már a 40-es években elkezdett oroszul tanulni. Ez is még a nevelő apának a hatása, hogy környező nyelveket is, nem csak Franciaországba menni nyári egyetemre, meg, hanem oroszul is. Beszerzett orosz-kínai szótárt, és így csinált kínai-magyar szótárt a diákoknak. Persze az ákombákomokat, a kínai, hogy hívják ezeket? Hát ilyen írásjeleket. De ennek szép neve van, csak most nem jön a fejembe. Ezt a diákok írták bele, és remekül működött a dolog. Egyébként a családban ezt tovább vitte? Tehát, hogy ez ugye ő sok nyelven beszél, tehát, hogy otthon szinte kötelező volt az, hogy otthon is sok nyelven tudjanak a gyerekek? Hát olyan sok nyelven nem, de német külön órákra engem beirattak, és a bátyámat is, tehát bátyám meg hát saját megfontolásból angolul tanult szorgalmasan, tehát angol, én tanultam az iskolába, de mellette a németet is, és ezért végül is akkor nem esett olyan jól, de így utólag nagyon hálás vagyok, tehát hogy annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz, azt ott komolyan vettük. Hogyha jól tudom, akkor ugye az édesanyja is francia-spanyol szakos tanárnő. Igen. A Tamás szerény, mert a Tamás tanult arabul is. Tanultam arabul, igen, ez a helyes kifejezés. Igen. De hát az már később volt a szakmai munkám során. Sok arab országba terveztünk vasutat, metrót, utakat, és akkor tulajdonképpen a vállalat iskolázott be minket, szervezett nekünk angol nyelv, vagy arab nyelvtanfolyamot, ahol is egy bizonyos szintre eljutottam, de hát most intenzív felejtő de nagyon hatékony részt, segítsége volt édesapjának a kultúrtörténet írása során. Igen, pontosan, mert ugye az arab nevek különösen, ezeknek az átírása a különböző nyelvekre mindig a helyi helyes írás szerint történik, tehát nincs egy egységes átírás. És ezt őt nagyon bosszantotta, hogy hát különböző szakirodalmakban ugyanazt az arab tudóst ugye más helyes írással írják le, és akkor én segítettem neki abban, hogy külföldi kiküldetésem vagy arab országokból én hoztam neki arab lexikonokat, hiszen ő nagyon szerette a lexikonokat, és onnan kibányáztam ezeknek az arab tudósoknak a nevét, sőt, hát akkor még szövegszerkesztő híján ilyen kis, hogy nevezik, a stencillel, tehát tussal és sablonnal, betűsablont is hoztam arab országokból, és úgy írtam le, ahol a függelékben ott vannak ezek az arab nevek. És amikor én több évig voltam így kiküldetésben, és egyszer hazajöttem, és édesapám arabul köszöntött, és kiderült, hogy az otthon hagyott tankönyveimből saját magát elkezdte tanítani, és el is jutott egy legalábbis arra a szintre, hogy már ő is le tudta írni ezeket a
a neveket. De a kultúrtörténetről fogunk még beszélgetni, most azonban beszéljünk egy kicsit a pedagógus Simonyiról, ugye, hogy ezután már szinte ez volt a meghatározó az ő életében, a pedagógusság. Talán egy témaindító kérdésnek csak annyit, hogy mit gondolnak, hogy miért voltak annyira emlékezetesek ezek a Simonyi előadások, hogy még ma is, ugye, akár 50 évvel később is, 60 évvel később is, még mindig emlékezetesek, és még mindig elevenen élnek ezek sok mindenki fejében. Károly? Ezt én úgy tudnám megfogalmazni, hogy Simonyi Károly egy nagy előadó művész volt. Tehát ugyanúgy, ahogy a zeneszerzők, a nagy zeneszerzők el tudják játszani a saját műveiket közönség előtt, és ők játsszák a legjobban, ő is a hallgatóságnak, hát mondjuk azt, hogy előadta a könyvének a fejezeteit. És tulajdonképpen mindegyik ilyen előadásnak volt egy csúcspontja, az az ünnep, amikor rájövünk valamire, amit még nem tudtunk. És ezt akkor még nem fogtam fel, hogy az emberbe be van genetikailag programozva ez a tanulás utáni, a tudás utáni öröm, hogy a legmagasabb szintű élvezet az, hogyha valaki rájön valamire. És hát tulajdonképpen ezek azok az emlékek, ezek a pontok, amik úgy megmaradnak. Egyébként még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy tulajdonképpen én abban látom a Simonyi tevékenységének a lényegét, hogy a Maxwell egyenleteket értők klubját, ami eredetileg egy 12 fős elit klub volt Angliában, azt tulajdonképpen egy 12 ezres populációra bővítette. Tehát a 20 év munkásság alatt, ha összeszámoljuk, hogy hány villamosmérnök tanult nála, tehát hogy megérthetővé, tanulhatóvá tette ezt a kortársak számára felfoghatatlan bonyolultságú rendszert, hiszen még Faraday is leveleket írt Maxwellnek 1860-ban, hogy professzor úr, hát csodálatos, amit mond, de ezt én nem értem. Pedig az ő kutatása, tehát az ő kísérleteit foglalta össze egybe. És hát tulajdonképpen az, hogy létrejött egy olyan, ez a Simonyinak a három könyve is a példatár hozzá, egy tanulható egység. Ez egy olyan, lassanként ez egy utolsó ilyen, hogy is mondjam, gyöngyszeme ennek a világnak, hiszen utána már csak prezentációk vannak, ilyen bevezetések, meg szótárak, meg hasonlók, de olyan rendes tankönyv, ami úgy mindenben elvarja a szálakat, az szerintem azóta nem nagyon született. Mármint, hogy most az elméleti villamosságtanra gondolom? A villamosságtan, elméleti villamosságtan. Igen, igen. Az elektronfizika és a példatár, ami a legfontosabb. És hát tulajdonképpen számomra ez a dolog ott vizsgázott, hogy a fiam az később elkezdett tanulni mérnökfizikusnak, és ott hogy akkoriban már jegyzetek nem voltak, és hogy nem érti, hogy most a villamosságtan, stb. Akkor mondom, hogy fiam, itt van ez a négy könyv, és akkor végig számolta, és megértette belőle, tehát önállóan. Most hát ez egy olyan dolog, ami egy örök érték, és nem véletlen, hogy ezt mások is szeretnék birtokba venni. Minden előadása előtt, néhány perccel ott sétált az ajtó előtt, mint egy mutatva, hogy én itt vagyok, felkészülten, alázattal a tárgyalandó téma iránt. És ezek az előadások szóltak akár az elektronokról, akár a négy kölcsönhatásról. Rövid időn belül az előadóteremben, a zsúfolt előadóteremben megszületett egy hangulat, amire azt szokták mondani, hogy katarzis. Tehát, hogy kiürül minden más, és befogadódik az, amit közvetítenek a hallgatóság felé. Hogy úgy mondjam, egy együtt lélegző, sokfejű, egyetlen lényé vált a hallgatóság, és az az előadás bonyolódhatott Green függvényekkel, Lorentz transformációkkal. Első pillanatra nehezen elfogadható, követhető dologgal. Az előadó teremből lelkesen távozókban mégis az az érzés alakult ki, hogy
megsejtettem valamit, megéltettem valamit, valami olyat, ami nagyon igaz és szép. Készüljünk, még egy kérdés jutott itt közben eszembe, hogy amikor beszélgettünk arról, hogy a nyelvek tanítása mennyire fontos volt neki, és a nyelvek mennyire fontosak voltak neki, ez a pedagógiai énje is megnyilatkozott az otthoni életben, a család életben? Hát teljesen más személyt ismertem meg az előadásán, mint pedagógus. Ez a kérdés, teljesen igen. Más volt ő otthon, mint családapa, de hát természetesen hatott ránk, főleg a példájával. Tehát nem volt olyan nagy szigorúság, hogy előírta, hogy már mint ez meg az legyen, hanem éreztük, hogy merre felé kell menni. Tehát nyilván tudatosan így terelgetett minket, főleg engem, a Károly bátyámat nem kellett nagyon terelgetni, ő ment mindig előre a saját elképzelései szerint, viszont a támogatást mindenhez mindig megkaptuk. És itt menjünk is oda, hogy 73 nagy csütörtöke, ugye? Igen. Ugye akkor ezzel menjünk tovább, egykor volt egy előadás fent a várban, hogyha jól tudom. Ugye, ami tulajdonképpen egy forrása volt annak, ugye, hogy ő elhatározza, hogy akkor ezt, amit most ő előadott, és másokkal megosztott ezeknek az kisebb ilyen plusz előadásoknak ugye a sorozatát, akkor azt ugye a hallgatók kérték tőle, ugye? Vagy hogy volt egy nyomás, nem. Ami... Az volt, hogy a hallgatókat azért izgatta Károlyék évfolyamától kezdődően folyamatosan, hogy mi van? Mi volt a Simonyi körül? Mi van a Simonyi? Tehát a hallgatókat ilyen politikai dolgok izgatták. És Simonyi ettől elzárkózott. Nem. De ha meghívnak, én tartok előadást, de arról, amiről én akarok. És így született meg az, hogy fönt a régi levéltár, akkori kollégium, villamoskari kollégium épületében, gyönyörű nagy előadó terem volt, Tamás segített a infrastruktúrában, a feleség, Zsuzsa asszony cipelt a kis trabantjával könyveket, amit a szünetben a hallgatók megnézhettek, és tartott egy előadást, olyan, tehát az volt a keret, hogy tanulmányi kirándulásra megyünk Olaszországba. És templomba is látogatunk, ahol Galileinek az ingája működik, még zene is szól. Alkalmas zenét nem találtunk, de a Carmina Buránából ment egy részlet. És ez volt az első kultúrtörténeti előadás. A Csilláron is lógott hallgató, az ablakkeretbe is ült hallgató, lépcsőkön. És akkortól kezdve a Stoce 216 ajtaja mindig nyitva volt, jöttek a diákok. Professzor úr, ilyet még! Professzor úr, ilyet még! És akkor prof nekiállt annak, hogy rendszeresen elkezdje írni a könyvet, akkor az ELTE egy speckol hirdetett meg, tartott már előadást az ELTE-n speckol, de elektromágneses térelmélet. Az is úgy volt, hogy előttünk a Jánosi Lajos tartott speckolt, kicsit várnunk kellett, mert hamarabb érkeztünk, jöttek ki a hallgatók 8-10 a teremből, mi nem fértünk be a terembe a Simonyi elektromágneses térelmélet és speckoljára, úgyhogy kaptunk egy másik termet, és amikor a fizika kultúrtörténete 2,5 éves speckolt meghirdette, megint az történt az ELTE 11-es termében, ott a Radnai Gyula segítkezett infrastruktúra körül sokat, hogy hát dugig megtelt a terem, és íródott közben a könyv. A gondolat kiadó vállalta, hogy kiadja. Az ő profiljukba ez beleillett. Egy tábornok típusú igazgatónő volt, a Siklósi Margit, egy erős hangú, erőszakos nő, de ráérzett arra, hogy itt egy érték születik. Aztán idővel a Lendvai Ildikó volt az igazgató, nagy műveltségű nő, és abszolút elfogadta. Számtalanszor mentem be hozzá, hogy
Már nyomdakész volt szinte, hogy szeretnénk változtatni, a prof szeretne még ide valamit betenni. Ilyenkor már ebben az állapotban már a költségeket a szerzőre terhelik. Ildikó mindent áthajtott. Nagyon, nagyon segítő volt a könyv körül. Volt egy grafikusunk, egy félig meddig arisztokrata nő. Nagyszerű grafikus volt, hihetetlen, szabad, szép kézzel, precízen dolgozott, és értő volt, művelt volt. Nem kellett az ábrákat úgy előkészítenem neki, hogy azt csak lemásolnia kelljen, hanem elég volt egy vázlat neki, és prof és én elmeséltük, hol prof, hol én, hogy mit akarunk az illető ábrával kifejezni, és ő megoldotta. Nagyszerű volt. Volt egy műszaki szerkesztőnk, egy úr, Károly, aki nagyon a kezünk alá dolgozott. Na most ma, amikor minden fiatal kiadványt szerkeszt, amióta a Charlesék megcsinálták a szövegszerkesztőt, azóta mindenki azt hiszi, hogy tud könyvet csinálni. Pedig a könyvcsinálás az egy művészet. Akkor a könyv úgy készült, hogy kefele vonatnak hívták, kinyomtatták a szöveget, és utána tördelték. Na de ennek a könyvnek a szerkesztése olyan, ugye, hogy van egy széles tükör, és van egy széles margó mellette. Tehát mi megkaptuk a kefelevonatokat, külön önmagában gond volt, fényszedés egyetlen helyen volt Budapesten, és nem volt elég fontkészletük. Márpedig majdnem 20 különböző font típusra van szükség ennek a könyvnek az elkészítéséhez. Végképp nem volt görög íráshoz fontkészlet, mert az írott görög szöveg az is ékezetes. Tehát még az alapbetűk meglettek volna, de az ékezetesek nem. Volt egy, a Staki Bandol Visontai Gyuri, aki egy font őrült ma is, hála Istennek, neki volt egy francia kapcsolata, ahonnan beszereztek megfelelő fontokat, és így tudták előállítani a könyvet, és a kiadó készített nekünk kartonpapírból íveket, beosztva úgy, ahogy a könyv van, tükörre és margóra. És mi ollóval a technikai szerkesztő úr segítségével, prof, meg én időnként manikűrollóval, vágtuk be a kefe lenyomatból, amik ilyen hosszú slájfnik voltak, a megfelelő helyre, és hogy a magyarázó, margón szereplő ábra, szöveg, az oda kerüljön, ahol a főszövegben szó van róla. Manufakturális munka volt, érdekes volt, szép volt, és amikor a könyv megjelent, akkor 3 hétig minden budapesti, azt én csak a budapestit tudom, minden budapesti könyvesbolt kirakatában középütt kuksolt a könyv. 3 hétig, mert az alatt el is fogyott. Na, akkor jött az a kiadás, az csak egy csontváz. Simonyi borzalmas, nekem borzalmas volt, lázadtam ellene sokszor, hogy betartjuk a határidőt. Na de prof, még azt kell, betartjuk a határidőt, majd lesz rá mód. És úgyhogy volt is. Jobban izgatta az, hogy az első kiadás meglegyen, mint hogy tökéletes legyen. Igen. Két év múlva jött a következő. Nem, az utánnyomás volt. És a kiadó azt mondta, hogy okay, lehet, de ezt a kegyetlen munkát még egyszer meg nem csináljuk, végre el van oldalakva rendezve, a tördelés megvan, oldalon belül változtathatnak. Na, akkor mi történt? Prof úgy döntött, hogy én ide azt szeretném írni, hogy. Na, akkor ott bogaráztunk, hogy akkor viszont mit hagyunk onnan ki. Jó, akkor az kimarad. Akkor jött a manikűrolló, prof, kérek ehhez a mondathoz még egy 8 mm-es szót, mert különben lötyög. És jelentős mértékben
javult már az utánnyomás, és a Margót viszont tölthettük föl, mert az oldalt az nem bontottam meg, tehát nem kellett átszámozni, meg ugye a hivatkozások, hát az is egy piszok munka volt, most klikkelgetve programmal lehet csinálni a névjegyzéket, meg a szószetet, akkor azt úgy kellett bizony manuálisan csinálni, tehát így lett, és aztán a harmadik. Igen, csinál. Csak nagyon érzékletes leírás, ugye itt pont azok a parancsok hangzottak el, csak még manikűrollóval, ugye, ami a cut parancsnak megfelel a Wordbe, hogy milyen érdekes párhuzam, talán érdemes megemlíteni, hogy pont amikor ezek a munkák így készültek, a Károly bátyám a Stanford Egyetemen, illetve a Xerox cégnél, pont a Wordnek az ősén dolgozott, tehát az volt az első vis-a-vis-ig, what you see is what you get jellegű szövegszerkesztő, tehát ahol először látták ugyanazt a képernyőn, mint amit aztán kinyomtattak. Uh-huh. Térjünk vissza a kultúrtörténetre, hogy az elkészült mű az kinek ajánlható, tehát hogy kinek jelent valóban élvezetet végigolvasni ezt a könyvet? Hát majdnem, mint a játékoknál rá van, vagy hogy 9-től 99 évig, tehát még akár képes lapozókönyvnek, nem tudom, akinek sok unokája van, hogy tud talán erről nyilatkozni, hogy milyen kortól lehet kézbe adni, csak hogy a képeket nézegesse legalább, de ez tulajdonképpen bárkinek, bármelyik oldalon álljon, hogyha úgy veszük az oldalt, hogy reál és humán, tagozat, ugye ez pont egy híd akar lenni a kettő között, ami egy mesterséges szétválasztás, ugye, de hát vannak, akik nagyon büszkék arra, hogy szakbarbárok, vannak, akik nagyon büszkék arra, hogy egy villanykörtét se tudnak becsavarni, hát ezt a szakadékot kívánja áthidalni, gondolom ez a könyv, és nagyon sikeresen, hál' Istennek. Ezt a könyvet elolvasni nem lehet. Ezt a könyvet csak olvasgatni lehet. És Simonyi ő maga úgy nyilatkozott erről a könyvről, hogy mindaz az öröm, ami neki osztályrészül jutott, akkor, amikor foglalkozott a könyvvel, és de hiszen 18 éves korától kezdve gyűjtögette az íróasztalát borító üveglap alatt a különböző idézeteket. Azt az örömet akarta ő megosztani. És ez, hála Istennek, visszaigazolódott neki a következő módon. Ő, ha nem is egészen a Rózsadombról az egyetemig járt, gyalog az egyetemre be, legfőjebb a Rózsadombról a Batthyány térre busszal ment le, és aztán onnan besétált, kihagyva nem tudom én milyen számú villamost. Kilencest. Egy piros lámpánál egy idősebb hölggyel együtt álltak. Most, hogy sem, a hölgy fölismerte, lényegtelen, de föl kellett ismerje, mert megszólította, és mondta, hogy professzor úr, nagyon nagy öröm nekünk ez a könyv. Tehát, amit ő meg akart osztani, az visszaigazolódott neki. Valóban. És a szerkesztés maga segít abban, tudatosan segít abban, hogy 9-től 99 évig, mert amikor valami striktebb szakmai szöveg van, az még a fő tükörben is pötivel van szedve. Tehát azt nyugodtan át lehet ugrani. Uh-huh. Az olvasás folytonosságát nem töri meg, de ha valaki a szakmához közel van, fizikához közel van, akkor abban is el tud mélyedni. És azért ehhez hadd tegyem hozzá, ehhez az utolsó kiadáshoz, hogy ez 10 évvel a prof halála után jelent meg. És még akkor is a prof tudott újat mondani a hallgatóinak, mert egy teljes új fejezet van benne,
a zárófejezet, ami úgy született meg, hogy Simonyi már reszkető kézzel Ez az utolsó fejezet, az 5-7-es összegzés és kitekintés, ez úgy született meg, hát látjuk ez az 561-től oldaltól a 582-ig tart, hogy a harmadik német kiadást már Simonyi reszkető kézzel, felesége kórházban volt nagybetegen, és a német szerkesztő, Bent Müller jött az utolsó simításokhoz, és egy magyar fizikussal, Patkós Andrással konzultált előzőleg a prof, hogy megírja ezt az utolsó fejezetet a harmadik német kiadásba, mert az ő életében az volt az utolsó könyv. És halála után Patkós Andrást kértük meg, hogy fordítsa vissza magyarra azt a fejezetet, és így az is bekerült. Úgyhogy az utolsó üzenete az olvasókhoz ebben a kötetben van. Az ezutáni korszakban, amikor nem tanított, de még bejárt az egyetemre, és azért fölelhető volt, nagyon sok kitüntetést is kapott. Akkor már. Hogy állt ő ezekkel? Volt egy másoddiplomás, talán párt ösztöndíjjal, fene tudja, egy tanárember volt, Szebeni Ödön, iskolaigazgató volt, de villamosmérnök akart lenni, mit tudom én miért, és mérőtársa volt, az akkor aktív hallgató Csurgainak, és ez a másoddiplomás, ez bekerült az Akadémia Tudományos Minősítő Bizottságába nagyon hatékony adminisztratív embernek, de ez nem egyszerű adminisztratívság volt, hanem egy nagyon jó kapcsolatrendszert jelentett. És akkor a prof tudta nélkül, összeállították. Nem volt könnyű, mert a prof nem adminisztrálta önmagát, mint ahogy ezt a mai fiataloknak már meg kell tanulni, hogy saját magukat is adminisztrálni, menedzselni kell a prof tevékenységét, az eredményeit, a mit tudom én mit, és akkor ezzel házalni a különböző befolyásos embereknél, úgyhogy sikerült elérni, hogy megkapja a tevékenysége alapján a Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok doktora fokozatot. Ez egy, noha nem tudott róla, hogy ez készült, mikor megérkezett, akkor ez egy fajta megnyugvást jelentett neki. Na, ezek után, akik addig lapítottak, a hegyről 15 éven keresztül nem volt senki, aki benyitott volna a Stoczek 2016-ba. De akkor elkezdtek ők is nyüzsögni, és akkor aláírás gyűjtöttek, 10 is aláírták az ajánlást, és akkor megint külön eljárásban levelező taggá választották. Megint a fölterjesztéshez, a háttérmunkát mások végezték el, aláírni azt már kávézgatás, szendvicsezés közben könnyű volt. Lényeg az, hogy tudományok, természet, mi? Szóval levelező tag lett, a műszaki tudományok osztályának levelező tagja lett, és akkor a következő évben rendes tag lett. És amikor az akadémiai nagy díjat akarták neki adni, akkor az ellen már szinte tiltakozott, hogy az akadémia nem egy jótékonysági intézmény, nem egy tehát öregek otthona, nem egy öregek otthona. Nem egy öregek otthona, ez szinte sértette őt, de azért érezte, hogy azért sok ember nem csak egyszerűen szeretete van mögött,
hanem nagyon sok ember feszélyezte az, hogy hát Simonyi nem, és én igen, értem, meg ő igen. És akkor már az egészségi állapota gyenge volt, úgyhogy nem is ment el az átadásra. Ez az aranyérem, ugye, amiről igen, beszélünk? Igen, egy nagyon szép üzenetet azért igen. küldött az akadémiának. És a szabad itt közbeszólnom, tehát ő sokkal jobban örült annak, hogyha valahogy spontán nyilvánult meg ez a elismerés, tehát nem a hatalom csatornáin keresztül, igen, valóban ugye a Károly bátyám köszönte meg az akadémián az aranyérmet, én engem küldött a parlamentbe valaminek, már nem emlékszem minek a valamelyik kitüntetés átvételéhez, de amire igazán biztos... Ez nem az örökségdíja volt, nem? Nem emlékszem Magyar már örökség. Pontosan, az az én bűnöm, de a legbüszkébb példa olyan idézőjelben kitüntetésre volt, amikor például a Széchenyi könyvtárban a rongyos könyvek versenyén, ugye a legrongyosabbra olvasott könyvek versenyén a fizika kultúrtörténete volt az első helyen. Tehát ezt tekintette igazi kitüntetésnek. Csak záró momentumként, kicsit beszélgettük az időt, de nagyon hogy, hasznosan. 2001-ben hunyt el, és emlékét ugye sokan őrzik, például a MISZA kollégium neve és sok intézmény, akár díjak is, és most a születésének 100. évfordulója alkalmából is sok megemlékezés van. Ha jól tudom, tanárnő az egyetemen már utoljára gondolja tartani a kultúrtörténet kurzust. A műegyetemen. Milyen gondolatok jutnak így záró gondolatként teszük be Simonyi Károly professzorról, így a születésének 100. évfordulója alkalmából? Számomra az a legmeghatóbb, hogy ahogy mondtam, hogy a diákok körében emlékeznek rá, akik olyanok, akik nem ismerhették személyesen, akik nem hallgathatták személyesen, akik csak a könyveit ismerik, hogy ez a szellem áthatja tulajdonképpen a műegyetemet, az új előadóterem, ugye, ami nevét viseli, ahol a domborművű csodás szobor is van, és ahogy értesültem, és ez az emléktábla itt a kollégiumban tulajdonképpen. Tehát az, hogy a diákok között van változatlanul, ez nagyon fontosnak érzi. Simonyi a fizikával foglalkozott, a fűzis, ami a legszélesebb értelemben vett természettudomány, science. Vannak, akik azt mondják, hogy a science-el foglalkozásban az első lépés az, hogy a minket körülvevő létezők az, ami van. A there is an is. Azt meglátni. A József Attila verset idézi a kultúrtörténet könyvben Simonyi, hogy én úgy vagyok, hogy már 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen. Látom, mit ők nem láttak. És ha megláttam, akkor ember voltomból következik, hogy elkezdem összemérni az összes többi meglátottal, nevet adok neki. Akkor az már nem real being, az már being of reasons, az már egy abstrakció, az már a fejemben van, az már egy gondolat. És vannak, akik azt mondják, hogy a természet, ami szemérmesen rejtőzködik. Ha vannak emberek, akik meglátják, föllebbentik ezt a fátylat, és meglátják a természetben, ami van, és megpróbálják megérteni, nem azzal nem a létével foglalkoznak, hanem azzal, hogy működik, miért működik úgy, és ezt eltanulják, ellesik a természettől, és ennek a birtokában
alkotnak valamit, létrehoznak valami olyat, ami nincs a természetben, de a természetből tanulták el a módját, ezekre szokás azt mondani, hogy ezek a hősök. Aztán vannak olyanok, akik föllebbentik a fátylat, meglátják, belegyönyörödnek, és elbeszélik. Egy fura 20. századi amerikai költő mondja, ezt olvasnom kell, a tudós az igazi költő, írja a versében, nekünk adja a holdat, a csillagokat, tehát megosztja velünk. Simonyi hős volt, mikor gyorsítót épített, mikor a természetből eltanult alapján egy csinálmányt, Apáczai Csere János gyönyörű szava hozott létre, és költő volt, amikor a hallgatóságát bevezette ezekbe a titkokba. Köszönöm, Károly. Én tulajdonképpen, ha egy mondattal lehetne összefoglalni, én visszatérnék erre a klubos hasonlatra, hogy tulajdonképpen létezett egy valamikor nagyon zárt, aztán később egy kisebb, számosabb klub, azoknak a klubja a képzeletben, akik értik a, vagy értették valaha a villamosságtant. És hát én tulajdonképpen azt köszönöm neki, hogy mint egy felvett engem is ebbe a klubba, és hát remélem, hogy ez a klub ez nem fog összeomlani, hanem pont itt a Schönherz kollégiumban újra és újabb generációkra, tehát épp az, hogy tágulni fog, nem pedig visszaszorulni arra a 12-re, aki az elefántcsont toronyban valahol Kínában, nem tudom, hol ezzel foglalkozik. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak és hogy beszélgettünk. Ma este Simonyi Tamással, építőmérnökkel, Simonyi Károly professzor fiával, dr. Csurgainé Ildikóval, aktív egyetemi docenssel és a professzor egykori munkatársával, valamint Ürmösi Károllyal, villamosmérnökkel, a professzor egykori hallgatójával beszéltünk, abból az apropóból, hogy október 18-án ünnepeltük Simonyi Károly professzor születésének 100. évfordulóját. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra! Munkatársak: Árendás Csaba, Barlangi Ákos, Garai Gábor, Pálinkás Péter, Szabó Roland, Török Bence. Szerkesztő: Olá Ákos. Videótechnikus: Burai Dávid. Hangmérnök: Tapolcai Péter. Rendező: Kis Dávid. A műsor a budavári Schönherz stúdióban készült 2016-ban.